jusszolgálati coaching a pályázat meghirdetésével egy sajátos kihívással szembesültek a magyarországi civil szervezetek, és a következő fél év arról szól majd, hogy ezzel a sajátos eszközzel képesek-e a szervezetek élni. Amit teljesítményként vagy sikerként a 6 hónap elszámolásában számon lehet tartani, az döntően és meghatározó módon az a támogatás növekmény, amelyet a kiinduló helyzethez képest a civil szervezetek számláin kézzelfoghatóan látni fogunk, azonosítható módon látni fogunk. Magyarországon annak érdekében, hogy a civil szervezetek a szokásos állami mecenatúrától független erőforrásokból gazdálkodjanak, viszonylag kevés a kultúrája, a múltja. Nagyon sok civil szervezet ebből fakadóan kvázi civil szervezetként működik, ami azt jelenti, hogy valójában állami ellátási feladatokat mintegy kiszerződnek, és állami normatívát várnak ezekre az ellátási feladatokra. Ez abban az időszakban, amikor az állam felelősen próbál az erőforrásaival gazdálkodni, és megpróbálja egy-egy szolgáltatás mellé annak leghatékonyabb megvalósulását garantálni azon az áron esetleg, hogy ebben civil szervezetek támogatását vesz igénybe, nincs is ezzel gond. Sokkal nagyobb kihívás jelenik meg azonban a civil szervezetek számára akkor, hogyha ez az állami mecenatúra körül elfogy a levegő, ennek a lehetőségei beszűkülnek. Holnap kiderülhet, hogy az eddigi kvázi bőkezűen dolgozó állam hirtelen ezeken a csatornákon keresztül elkezd szűk keresztmetszeteket támasztani. Megváltozik a támogatás stratégia, megváltozik a támogatási filozófia, és a civil szervezetek nagy dilemma előtt állnak, tevékenységeik, szolgáltatásaik szűkítésével, szervezeti életük befagyasztásával reagálnak-e, vagy pedig fölvállalják, hogy előre menekülnek, és a szervezeti hatékonyság és a forrásbevonás felé fognak inkább elmozdulni. Nagyon szerény számok azok, amelyeket a 6 hónap céljára ki tudtunk tűzni. Noha ugyan az Action Coach világméretű programja hatalmas összegekről beszél, Magyarországon kb. 15 millió forint forrásbevonás növekedést szeretnénk a fél év alatt jövő év májusáig körül elérni. Annál a 15 szervezetnél összesen, akik ebbe a programba kerültek. Közülük 10 csoportos coachingban vesznek részt, és 5-en pedig egyéni coaching szolgáltatást nyertek. A csoportos coaching valójában egy 4 alkalomból álló szakmai műhelyi munkát, workshopot jelent, ahol megpróbáljuk a szervezetek képviselőivel azokat a hot buttonokat, azokat a forró pontokat közösen végig gondolni, ahol a civil szervezetek erőforrásai, pénzügyi és technikai erőforrásai jelentős mértékben hatékonyan bővíthetők. Ezek a donációnak, a támogatásnak a növekedéséhez kötődnek döntően is meghatározó módon. Az egyéni coaching pedig végigviszi a pályázatba bekerült civil szervezetek vezetőit egy olyan úton, amellyel a saját szervezetük nagykorúsítását tudják egyre hatékonyabban vezetőként támogatni. Sokféle fejlődési perspektíva nyílhat egy civil szervezet előtt. Elképzelhető, hogy újabb szervezeti egységeket nyitnak, elképzelhető, hogy profiltisztítást vagy profilmódosítást fognak a következő időszakban megvalósítani, de mindegyik mögött ott van az, hogy ehhez a szervezetvezetőinek kellő információkkal kell rendelkezni, a szervezet tagjainak a dolog iránti elkötelezettsége kell, hogy erősödjön, a döntések megfelelő informáltságra kell, hogy alapozódjanak, és ezeket a döntéseket kellő hatékonysággal, célszerű keretek között erre legjobban szolgáló rendszerek segítségével kell életre kelteni. A coaching ennek a folyamatnak a kísérését jelenti. Nagy értéke lesz ennek a fél évnek, azt gondolom, hogy a civil szervezetek körében elterjed egy olyan támogatási módszertani, szakmai támogatási kultúra, amelyik a coaching eszközeit használja. Ugye a coach az a szakember, aki a
szervezetek vezetőinek tanácsadójaként úgy működik, hogy ők a saját szervezetükkel kapcsolatos meglátásaikat, gondolataikat egy kritikus barát segítségével új és új megvilágításban láthatják. A coach kérdések segítségével dolgozik, tehát valójában a megoldásokat maguk a szervezeti vezetők fogják a programban megfogalmazni és valóra váltani. Az a kérdés ezek mentén, hogy ezek a kérdések olyan forró területekre irányulnak-e, ahol a változás igénye, a változás szükségessége jól azonosítható-e a szervezet vezetői számára. Alapvetően izgalmas, egy pár hónap, egy fél év előtt állunk, és bízom benne, hogy szakmai kultúrában, emberi kapcsolatokban, forrásbevonás növekedésben és szervezeti hatékonyságban tartalmas és eredményes időszak végén fogunk majd mérleget vonni a projektről. Filip Muda.